Hello, Csácsi, hogy sört ezt a sziasztok gyerekek, üdv a csatornánk, éppen jelentkezik a következő csodálatos észak-afrikai hadszíntér. Igen, arra kell figyelnem, ki ne lőjenek a gépből, gyerekek, hát komoly dolgok vannak itt, apám. Hát ez valami béke fenntartó feladat látunk el, vagy nem tudom. Hát ilyen veszélyes körülmények között dolgozni, hát nem is lehet. Egyébként csomó mindent írtatok, köszönöm szépen az infókat, hát Keeper olyan buta, hogy a ledesen elszígyöltem magam. Írtatok, hogy például tudok venni én scout járműre ilyen cuccot, ami ilyen mobil földerítő toronynak minősülő dolog. Ezt Bence írta, köszi szépen egyébként. Meg írtátok, hogy hát azt ne akarjam fölcsatlakoztatni. De írtátok, legyen ebből mindenképp rész. Hát azt ne vicceljetek, végig látjuk ezt. Azt meg akarom nézni, mi van itt. Ez micsoda? Mi ez a jel? Mi ez a jel? Komolyan mondom, ez mi? Jó, nem tökörészünk, megyünk, de hova megyünk? Ezt rá kéne jönni, hogy egyáltalán hova megyünk, gyerekek, mert álljál meg szépen, át kell gondolni helyzetet, jó van? Figyeljetek, a helyzet átgondolása az részemről annyi lenne. Mi van? Ezt most látom, hogy itt is föl lehet venni a fémgerendát, még jó, hogy mutassa. Vagyis a betonfödényt. Hát itt van egy oázis. Dakla oázis, gyerekek. Hát akkor oda el kell veretni nagyon gyorsan. Figyeljetek, melyik a legközelebbi jármű? Ezzel el kellene csettinteni oda. Azt a betyár. Hát még jó, hogy meglátta a Keeper, különben itt nem is tudtuk volna, hogy az ott van. Komolyan mondom. Hát de hülye vagyok. Jó. Ne tököljünk, gyerekek, megyünk. Ebben van még 154 üzemanyag. Meg elég közel is van. Csak arra kellene figyelni, hogy nem kell lebungatni így a homokdűnék túloldalán, amelyik ilyen érdekesen van megcsinálva. Na, gyerekek, 1 kilométerre van valami oázis. Hú, jó lenne valami scout jármű, mert akkor azzal tudnék földeríteni teljes mértékbe. Egyébként jó nehéz ez a map, mi? Hát most ne azért. Ezt nem írtátok, milyen ügyes volt a Keeper. Hát pedig az legalább annyira fontos lett volna írni, hogy jó, Keeper, nagyon ügyes voltál, hogy nem murdőltél meg ezen a mappon, már összkereket becsettintem, már is minden oké van. Egy szúnyog meg itten a fülem körül zizereg. Zizereg. Múltkor néztem egy ilyen okfejtését, nem is tudom kinek, de tök igaz, gyerekek. A bogarak, azok honnan tudják, hogy mennyinek kell bennenie egy szobába? Mármint, hogyha te kinyitod az ablakot, meg az ajtót, akkor bejön körülbelül egy ilyen 30-40 bogár. Maximum. Több nem jön be. Úgyhogy leütsz belőle 10-et, akkor megint ugyanannyira telik fel. Van egy ilyen kvótájuk szerintem, hogy így... maximum annyi jöhet be, érted? Így megbeszélik, hogy figyelj, hoppá, mi ez, ide nézzél. Ott van egy sátortábor, gyerekek. Itt vannak az ellenállók. A milicisták mindjárt kilövik a gumigomat, aztán nézhetek. Jaj, várja, mi van itt? Valami furcsa a talaj. Már rendesen beszarok az ilyen. Ott van a hammer, gyerekek! Hú, ezt figyeld, mi ez? Új cél felfedezése, C. Hát miért csinálta? Követés indítása, valamit körülített, se járja, gyerekek. Az internetre scoutot kell idehozni. Hát nem hiszem el, hogy itt röpköd egy ilyen nagy szúnyog. Az a nagy lóbaszó, tudjátok mi, az a nagy dög. És ez mi? Hát nem hiszem, megőrülök. És akkor most várjál, hát mi van itt? Hát nem is az egyéb lett ez a Humber, ez valami csoda. Hát én meghalok, mi van? Mi van itt, gyerekek? Mit kell csinálni? Itt van az International Scout. Oda néz, az kellene, ugye? De mi ez a... Jó. De ez valami kézben van, azt írja valami barlangban. Hát komolyan mondom, nem tudom, hogy mit évül legyek, gyerekek. Most már megint másfele kellene orientálódni. És ez a Hammer ezzel meg mi a túros izé van? Ez megint, gyerekek, egy ilyen izé. Egy ilyen decoration elem. Tudok-e erre kötni? Lószor. Tudok rá kötni, bazza. Hát mi a tököm ez?
ezt nem értem, várjál, most egy kicsit elveszett a fonodat a kipű. Kipű, hogy ez itt mi ez a terület? Itt ez a terület, amiben állok, most ez mi? Na mindegy. Adjunk neki gyerekek, hát szabadítsuk meg kényaitól ezt a járművet, jó? Nincsen messzi. Ellenben biztos valami jó szar helyen lesz. Na mi van ma? Gyerekek, nem kirúgta alól a szőnyeget a verd a gyerekek. Oké, megyünk, felszabadítsuk. Valami kév, azt írja, hogy kévbe van. Ugye a kév az barlangocska akar lenni, barlangocska. Bocs, hogy ilyen izé vagyok, keveredett hülye, de... Bazzed, nehogy azt mondta, hogy a föld alatt van. Hát figyeljetek, ez a föld alatt lesz benn. Fölmegyek oda, figyelj, nem lehet bemenni a barlangba? Na itt, tényleg azért vannak nem egyszerű dolgok, úgy látom. Ez benn van itt a föld alatt, he? Várjál ma. Sanyi. Hát ez roppant izgalmas. Azt se tudom, hogy kö... Hogy az anyámba? Ezt azt írja, hogy így alattam van. Na menjetek a francba, ha unköbe menni ide. Álljál meg, Sanyi. Hát de melyik... Jaj, de jó, bírom ám, hogy nem tudom, hogy melyik oldalról. Lehet, hogy a másik oldalról ennyi erővel. Lehet, hogy itt van a bejárata. De szerintem lehet, hogy itt van a bejárata. Ott olyan magasabbnak tűnnek a szeklák-e. Onnan gyűjtem. Gyerekek. Kiautózom az üzemanyagot ebből a Verdából. De milyen izgalmas, milyen összetett ez van. Hát nem csoda, hogy jó pontozást kapott apám. Ez rohadtul meg van csinálva. De egyébként ez olyan ez a map, mint egy ilyen jó filmet, amikor megnézel. Amiben van egy csomó fordulat, és másodszorra már nem lenne ilyen érdekes. Ez mindenkinek basszus, komolyan mondom, aki játszik a Spin Tires, vagy a SnowRunner-rel, az ne nézze tovább a videót, mert szétszpoilerez, amit az egészet, ebben pont az a pláne, hogy ilyen rohadtul jó meg. Hú, itt kell lemenni a barlangba, mondtam én. Azt a rohadt tehetben, vagy megfulladtam, hogy ké, annyira örülök magamnak. Hülye vagy? Mi van? Ne! Gyerekek, hát ki találta ki ezt már megint, bazze, hogy megyek én ide le? Nem is az, hogy megyek le, hogy jövök föl innen? Várjál már! Nem akar fékezni az a terrautó. Mi a tököm van? Csúszik, bazze! Nyomjuk egy kövérgázt, leesünk oda! Mi a fasz? Álljál már meg, bazze! Nem így csinálsz! Sándor, nyomjunk egy belső részletet, nem látok semmit. Álljál már meg! Végre, bazze! Mi a pöcsöm történt itt, gyerekek? Hát ide leszágódottunk nyilgázon. Mi van? Motor az rottyra ment. Ugye nem tudsz külső részletben nagyon navigálni ilyen szűk helyen, mert a kamera az teljesen meggágyorodik. Micsoda szép magyar név! Bozze! Hát srácok! Ez egy kicsit erős volt, nem? Ezt így tervezték a készítők? Ja nem tudsz külső életbe, mert ugye... Nem tud velem is... Hát akkor itt nagyon rassz... Megszívtuk gyerekek! Hallod mi van itt, öcsi? Na most aztán akkor... Gyerekek, lehet, hogy másunk körül volna lejönni, nem itt levágtatni. Itt van a scout. Külső, belső rézetbe cuki. Bazze, folyik az üzemanyagunk? Nem mondod! Nem mondod, hogy folyik az üzemanyagunk. Egyszer az a baj, hogy tényleg nem tudsz mit csinálni ezzel a... nem tudod úgy fordítani ezt a rohadt kamerát, hogy jó legyen. Menjünk már, ne! Valahogy érjük el ezt a kotlát. Bazd a gyerekek, megcsúszott a izén. Jó van, az meg nem akar kigyűni onnan normálisan.
Valahogy ki kéne innen jutnunk. Úristen! Hát ez egy iszonyat mázli volt, hogy egyet túléltük. Gyerekek, hát mi történt itt? Valahogy nagy gázzal próbáljuk meg innen kijutni. Arra nem tudom, hát visszafele én már nem megyek, az biztos. Menjünk, na! Hát... Á, ne! Fölborulunk, bazz, mi van itt? De ezt kinek tervezték ezt a dolgot, gyerekek? Hát hogy tényleg egy képbe vagyunk, basszus. Hát én nem gondoltam, hogy ezt komolyan gondolják. Hát én nem számítottam erre, gyerekek. Ugye fölülünk, bazze. Ez nem fog fölvenni, de... Nem mondott testvérem. Az a baj, bazza, nem tudsz körülnézni. Hogyan szered ez ki? És itt szerintem a másik velén kellett volna lemenni. Itt egy ilyen, így levágtattunk. Hát rohadj meg! És akkor most ezen tényleg nem tudok visszaállítást se gyomni, most nézzük már meg. De visszarakja, aha! Van visszaállítás, itt érzékeli, hogy visszaállítás van, de az a nagy probléma, hogy ez cseszheted. Ez nem tudom, ez a Hammer Drop-off, ez mi? Ez se érte, mi ez a Hammer Drop-off? Gyerekek! Meg kell volna nézni a másik felét. Csak ez meg... Mászik ki belőle az üzemanyag, úgyhogy haza kell mennünk. Hát basszus, nem vidám a történet, nem gyerekek, nem vidám a történet. Azt a betyár úr isteneteket. Hát el kellene menni erre. Föl az útra. Ki fog... Ja, várjál. Már nem folyik az üzemanyag. Jó, legalább már annak örülök. És milyen motor meg... Ja, ilyen megjavítottak. Hát ez jó dolog. Akkor tudsz ugratni vissza, hogyha nagy a szar, akkor ugyanoda visszarak a kezdőpontra. Jó. Gyerekek, hát ez komolyan nem is tudom, szerintem itt csikogattam Kénomba. Hát ez nagyon durva volt. Hát hogyan mentünk le ott azon? Ez egy ilyen szakadék volt. Hát... Öcsém, hát hogyan? Hogy csinálod azt meg? Szíjetek ezni mencset ki! Hogy az anyádba? Nem tudsz külső kamerával nézni, mert ugye akkor nagyon közel vannak a falak, akkor így... Jó, hogy... Akkor így fölcsapja a kamerát így a... Föléd, tudod, nem tudsz vele normálisan. Ösd a betyár úristenit. Pedig az jó lett volna azt a scoutot kimenteni. De ez gond, az küldetés volt. De mi az a Hammer Drop Zone? Mert hogy... Hát a scout. Jó, fasza. Hát nem tudom mit csináljak. Valószínűleg a másik irányból esetleg meg lehetne közelíteni. De mekkora dolgok vannak ezen a mapon, gyerekek? Már egy kicsit azt erősnek tartom, hogy ezt így kell megoldani. Úristen! 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 Szia Lajos! Kutyáidat sétáltatod? Azt a rohadt élet, gyerekek. Hát menj a francba. Na, viszont itt azért már kezdünk kiigazodni. Megyünk javítani, meg ilyesmi. Hát nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnám azt megoldani. Lehet, hogy az ANK-val kellene. Tényleg be vagyok itt 10 éve. Sokkolódva vagyok. Egyelőre most ezt a hídot én nem akkor nem érdekel adj irányom ez a híd. Mert hát minek? Tudok kerülni, és tudom, hogy munka. De viszont akkor ugye tudnék venni, de hiába tudok venni, mert a scout járműre lehet csak azt a cuclit, tudjátok, ami ilyen mobil kilátótorony, vagy mi az, ilyen felderítő, ilyen radar cucc. Bár aztán lehet, hogy végig kéne húzingálnom azt meg mindenhol. Hát de, ez csak scout járműre lehet felmenni. Meg pénzem sincs, gyerekek, hát mit tudod, hogy folyik egy gyöngyös fel? Nem is tudom, erre megyek még itt. Ez lehet, hogy itt megyek el érte egy scout járvő lett mindig, mert csak nem veszem észre. Egyébként meg tudnám nézni ugye itt a szerszámok, vagy itt tools, ott jobb oldalt fent, mivel ugye van ez a menü ilyenkor.
milyen járművek hol vannak, de hát abban meg mi pláne lenne, érted, ha megnéznéd. Nem nézzük meg. Egyébként ez jó keveset eszik ez a gép, ez tök jó. Meg jó, jó is, ez tök jó ez a gép, ezt szeretem, nagyon tetszik. Ezzel így el lehet boldogulgatni. Azt nem vágom, hogy mi a francnak az a nagy tré... Figyelj, eladhatnám azt a trélert. Ami itten van, tudod-e? Most hol kell menni? Ja, egyen odébb. Basszus, azt el tudnám adni, és akkor lenne belül pénze. Hey, hippen rájött a dolgokra, hát ne viccelj, az ki... már visszavisvidd az őrület. Várj, megjavítás... Ja, javítás nem kell, mert nyílen van. Megkötankóni, itt az ANK is. Na, tankoljuk meg, bozzá. Lali. Kutyáira sétáltat. Látod, bozzá. Na, azt a trélert eladom, akkor tudok venni bást. Hehej! Kicsmér kitalált a nevicszőjé. Elvileg van ilyen izé, van ilyen 2000 literes üzemanyag. Aztán akkor azt letelepíteném valahova, akkor... És írtátok, hogy már lehet úgy tankolni, hogy közelébe vész. Én hülye meg nem tudtam. Úgyhogy az bocsisz fockereszt. Na várjál, ezt itt tőzik. Eladom a tökömbe, ha ne vicceljél. De ez minek nekem ez? Nem kell nekem ez a nagy dög. Egyébként ezt arra tudnád használni, várjál. Rossz fele vész, hülye gyerek. Arra tudnád használni, hogy így be tudnád lógatni hátul egy ilyen mocsoros részre, és így konkrétan, mint hogyha egy meghosszabbított csörlőzési pontod lenne tőled még, mit tudom én hány méteres, 16 méteres egy ilyen dög, körülbelül, shots per kb, hozzávetőlegesen. Figyelj, körforgalomban meg minden tököm, hát jó, hogy nem, már kiteszem az indexet a csőrbe a játékba. Egyébként még olyan mapot is néztem, hogy ilyen highway stílusú izé, szállítmányozás, ilyen, mi nevezik azt? RTS 2, érted, ilyen kamionozni tudsz. Komolyan, nagyon durva. Olyan mapok vannak, gyerekek. Na, eladom a tökbe ezt, figyeld. Ha megvan oldva a problémák, tele leszünk zsével. Vasba leadom, az nagyon jó pénz lenne. Humor! Ja, ezzel tudnám ugye... Nem, ez kultivátor ez, várjál. Elnézést, te. Elad, mennyibe adja? 6400, nem vicc, hogy jéhé. Itt van a cuccos, odarész. 2000 liter, 3500, izé. Hoppá! Az a legjobbunk, nekünk ilyenünk? Van ilyen izé. Ilyen szecskavágó, az ide pont illene. Hú, szuper nehéz pót. Hát lehetne még ilyeneket is bőrni, hogyha lenne rá pénzed, mi? 2000 liter visszaállító. Ja, mert ugye ezeket tudnál szállítmányozni ezerre. Amit eladtam, az nem. Az erre is három rakomány feférd volna. Hát megyed kökömbe. Az apát. Na izé, a Nissan Blood Breed meg nem tudja eldönteni, mivel játszom. Mindig itt földobja nekem. Erre ötöt lehet rakni. Ujjjj, Fury Road-os trailer. Hát tudni fogjátok, hogy mik vannak itt, gyerekek. Ugye benne van egy-két mod is. Ez viszont nem mod, és ez szerintem tök jó, és nem tudom megvenni, most látom. Hogy rohagy meg? Pedig nagyon megörültem neki. Ha volt egy ilyen 2000 literes ez. Visszaállító portkocsi, de gondolom, üzemanyag van benne. Nyilván. Fasza lenne, ha nem. De nem, ebben víz van, hallod? Mi a tök? Ez nem üzemanyagos. Hát a szeme álljon meg annak, aki ezt kitalálta. Hát pont nem tudok megvenni semmi olyat. Fury Road trailert meg tudnám venni, de az egy mód, nem akarok itt. Üzemanyagszállító portkocsi, itt a 2000 liter, tessék, bazza, aztán. Most innentől kivegyük bazza a világból, hallod? 2000 liter? Ne vicceljél velem. Na, ez jó ötlet volt, nem gyerekig. Egyébként ez lehet, hogy ez tényleg üzemanyag. Mert ott sincs föfösdve. Nem üzemanyag. Na, skaca. Emegyünk ezzel világot látni. Az lesz a projekt. Már körülnézek. Okosba. És meg lesen állítom a motort, mert minek. Ja, itt akartam elvenni ezzel az úton. Ugye, figyeld. Hogy vagyunk? Emegyünk itt a jobbra. Erre. És akkor el kell menni itt ezen az úton.
Ára még nem jártunk, és hát, ha találunk valamit. Baszd, ekkora ez a bab! Hát szemálljon meg a... Ha menj a tökönbe, bazze, hogy útpatka, bazze, lesérít, érted, instant ennyire. Mert komolyan mondom, ej, és annyi jó, már nem megyek vissza, ott rohadjál meg. Ez nem nincs javító pont egyébként, ez a nagy kotla ott, az a csörlőház, az nem lehet vele javítani, vagy valami. Na jó, visszük a üzemanyag. Veretjük neki, gyerekek. Kicsit ilyen izé, Mad Max feelingem van, hogy ezen a mapon így az üzemanyag a nagy kencs. De várják, innen a tábla, hát hogyha ki van írva, hogy arra van a Kánaán, vagy nem tudom mit mondjak. New York, nem, nincsen, arrafele nincs táblánk. És tök dur, nagyon jó megcsináltak ezt a mapot, hogy ilyen sziklás részek vannak, ne imál meg, hallon. Nagyon jó. Innen most már nem fosok, hogyha hosszabb távra kell menni. 2000 literből el leszünk egy darabig. Ezt hol tudom megtölteni? Benzinkúton meg tudom tölteni egyébként, gyerekek? Nyilván ott nem. Fuck yeah! Ez egyébként tök jó ez a gép. Így legalább megismerjük az ilyen járműveket, hogy mit érdemes megvenni. Ez böszbe jó ez a jármű. Ez a... gyerekek, mi van itten? Fűres út! Kiértünk a izébe, pusztába. Na várjál. Hát erre nem számított a Keeper. Hát követjük az utat egyelőre. És megkerüljük itt a... Szerintem itt még valami település, vagy valaminek köll lennie a gyerekek, nem? Ez a map, ez... Jaj, ez csoda! Ez a csoda a gyerekek. Imádom ezt a mapot. Valahol ilyen köves a vidék, valahol. Ugye teljesen fölösleges ott bemennem abba a bavájúba. Követjük az utat, de inkább itt mellette. Ezt figyeljünk ezerre a gyerekek, mert itt az indiánok lehet, hogy lünek majd minket. Jó, tudom, Észak-Afrikában nincsenek indiánok. Egy dologra figyeljünk, ne boruljunk föl. Meg hogyha látunk járművet, akkor nem ártana fölkapni. Nos, kacok, mi van itt? Arra, balra is lehet valami erre menni szerintem. Gyerekek, itt meg vagyok 10 éve. Sűcs. Valami legyen, valami. Biztos, hogy lesz ezen a sarkán is valami. Mert ez a készítő, ez tudja a tógát. Egyébként igen, összkerékkel megyek ma. Figyeljetek. Nem úr, aki nem herdál, nem igaz? Aha. Itt ebben a bugyberek sarokban nincs semmi? Hát ezt nem hiszem el. Tök azt gondoltam volna, hogy van. És van is! Oda nézzé! A mapon látni valami járművet, he! Van is! Hol vagy? Jármű? Bazza, én mapon lehetett látni egy járművet. Itt egy oázis! Aki fölrön tovább, nem oázis! Nem oázis! Ojj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 
Rigóver és javítsa meg ezt a sevit. Hát az édes anyja. Rossz sebes. A valagát, hogy már megint. Na várja. Figyelj. Követés indítása. Hova kell lesz már megint minni? De mi azt, hogy meg kell javítanom? Hogy az anyám balagába javítsa meg? Gyerekek. Ha? Meg hova kell vinni? Hát, gyerekek, gondolom. Hova? Oda. Oda kell elvinni a semmit. Jó, én elviszem. Ugye, figyelj, magunk után kötjük, azt visszük, aztán valahogy majd nem tudom, hogy meg tudom-e javítani, valaha is. Fogalmam sincs. Valahogy megkér egy pördülig, aztán magunk után kötjük, jön velünk a semmi, jó? Akkor már nem maradja rét. Itt mindig ilyen elhagyatott járművek vannak, de még meg is kell javítanod, testvérem. Te hozd meg kellene egy olyan paut. Várj, nem jó helyen azt csatlakoztad, mert ne az oldalába. Az oldalában ennek csak ide javít... Jaj, de csodálatos. Hát akkor úgy jussz, haver. Na, innen meg már... Ide van. Műúr vezet gyerekek a postaút. Megy a posta. Azt tudjátok, eddig még van ez a map. Mindjárt megszédülök ezen a mapon. Na, Mad Max, megy tovább.
Erre se hülye. Meg se kottyan egyébként, tök jó. Érdemes nagyon nézegetni, mert sajnos ilyen mobil cuccunk nincsen. Az a Hammer, az mi volt, az a Hammer Drop Zone? Vagy mi a túrós kalácsos? Ott is például nézd meg, annyira csalogató, hogy itt biztos, hogy lesz valami. Meg ott is jobb oldalt. Nézd meg ott jobb oldalt, hogy föl tudnál menni erre a nagy dombra, és körül tudnál nézni, és megszivatnak be azok, hogy ott mögötte van valami. Le kéne kapcsolnom, azt fölkuszni erre a dombra, megnézni, nincs mögötte valami, tényleg. Már érzem basszus, hogy itt nincs mögötte semmi. Mondjuk itt lehet, hogy már vége van. Nekem gyanús ez a sarok. Elkerülteti velünk a játék azt a sarkot. Látod? És azért lehet, hogy mögötte van a nagy kencs. Na mindegy, menjünk tovább. Jaj, de élem ezt a játékot. Ahogy tükröződnek ezeken a dombokon, a homokdűnéken, na látod, itt benn biztos valami van, csak nem látjuk. Ú, de utálom az ilyet, nézd meg, itt ebben a bugybereg sarokban, hogy lehet, hogy van valami. Jó, nem megyünk bele. Megyünk a kijelölt útvonalunkon, a sivatagba. Hú, ilyen utóérzésem volt, régen volt az Insane 78. Nem tudom, ezt vágjátok-e azt a játékot, tehát sokan nem biztos. Valami ilyesmi jó volt, ilyen Einstein 78, vagy Insane 78. Ilyen még ilyen nagyon, nem, alig 3D-s grafikával megáldott. Tudjátok mi az? Rohadt jó volt. És az, tök az jut eszembe. Volt egy, ilyen sivatagba lehetett menni egy ilyen, valami Dodge Charger-rel. És tök ilyen volt a táj. Hát igaz, hogy kicsit nem ilyen grafikával. Ez nem is 3D volt még szerintem. Hú, milyen grafikának nevezték azt. Nem Vortex? Nem Vortexekből állt? Volt ilyen? Jó, majd megírja valaki, aki nagyon tudója ennek a dolognak. Szóval tök jó, hogy nem azon kell aggódni, hogy üzemanyag van-e. Látod? Mert most megint az lenne, hogy vissza se tudnánk már érni. Na gyerekek, itt van. Ott van lenne a izé, ugye? Ott egy város. Ott van valami csoda. Ott egy város. Ott egy valami csoda. Estére odaérünk. Na, itt meg Gyurán mögöttünk ezerre ez a Chevy. Sanyika meg horkol alattam, komolyan mondom, az őrület ez a kutya. Meg van, a legjobb az, amikor álmodik. Oda nézd, micsoda putri telep az apám. Hát de jó, meg van csinálva, az ilyen tipikus putri. Az mi? Az mi az atombunker, hallod? Benne a sziklába, bele vájba. Vájba, nem vájba. Vájba. Megjöttünk a putriba. Volt jó. Ott van egy trailer, ott az vizes. Jó, oké. Megnyugodtam, mondom. Már megint itt megszivatott a dolog. Vizes trailer. Jó, azt meg hiába adom le, mert meg kell javítani, ugye? Semmi gond, gyerekek. Ott rohadjon meg. De, milyen hegyek között? Hol a tenger, hupikék? Ott laknak ők a törpikék. Hatalmas fák között gombázakban lakunk, és mindig vidámak vagyunk. Ide ilyenkor hiába csingalom be, ugye? Csingalom be, mert hiába. Nem baj, gyerekek. Elhoztuk oda, ahova kell majd. Aludjunk egyet, álljál meg. Tárolás teherkonténer, betonfödém, különleges szállítmány, ott van.
Ott van, ott lehet. Főcsipni, meg itt van egy ilyen, azt még nem fedeztem föl ilyenkor. Öcsém, és facsik, azt nem mondd, bazza, még mindig megy lefelé az út. Szerintem itt le van zárva, nem tudom elképzelni, hogy ott még menjen. Ja, izé, olcsi van. Aludtam már? Nem. Na figyeljetek, gangsterek. Meg kéne valahogy fordulni a keepernek, nem tudom, minek gyűjtöbb be ide. Ja, lehoztuk a sevit. Jó, az egyszer jó. Meg kéne javítani, nem fogom tudni. Úgyhogy galád módon itt hagyjuk. Jaj, bele ne burítsam a vízbe ezt a nagy pócot. 2000 liter üzemanyag, én ide kéne járni, tankolni. Innik, ide kéne járni, mint az antilopokba, az a vizére, a tóhoz. Innya. Lord. Az úgy komoly lenne. Ej, várjál, meg akarom nézni, hogy ez a paut. Mi ez? Rakománykezelés itt. Érdekes ez a system. És ez mi? Mi ez? Mi ez, gyerekek? Mi ez a pótkocsi? És mi van? Mi ez, baza? És miért nem jelent ilyen mapon? Mármint így, ezt nem kell jelenni ilyen palabicsoda. Mi ez a hammer drop? Ez, mi ez a hammer drop? Ott a felderítő üzemanyagtartály, ugye van rajtunk egy üzemanyagtartály. Ott a csövi. Nekem az nem mindegy, hogy ezt miért nem jelöli. Mindegy. Nem, ezt nem értem. Nem értem, hogy ezt miért nem jelöli. De meg oda akartam fölmenni, úgyhogy ezt várjál. Ezt nem viszem magammal, mert minek. Oda fölmegyek, megnézem, ott nincs-e valami. Nem lehet oda bemenni, vagy nem lehet peszkod vállalni. Ott van valami atombunker, vagy mi. De a mapnak a felfedezése már nem egyszerű. Már nem egyébként. Júj, Varkoz, nem mondod, hogy garázs! Nem mondod, hogy garázs! Bazza, de jó, hogy följöttem, öcsém! Nem mondod, hogy itt a garázsunk. Jaj, testvérem, felfedeztük a garást. Én azt hittem, ezen a mapon nincs garázs. De várj, menj, 1500 pénzünkben, ugye? Hát akkor nem, ezzel nem megyünk-e búcsúba. Nézzük már meg, hogy milyen cuccok, cuccli-muccli van, és akkor már ide tudod ugratni a dolgokat. Ez jó. Így ez a motor van benne. Ugye ezeket én nem állítottam, hanem ezek így ahogy voltak, megemeltet lehetne rakni rá. Még már. Jaj. Csodás, csodás. Meghosszabbított közepes. Az van rajtunk. Aha, jó van akkor. Vászkiegészítés, magas nyereg, rakodó daru, de semmi olyan, egyébként az lenne jó, viszont a Fleetstar-ra tudsz, a Fleetstar-t ide kell ugratni, azon tudnál izét csinálni. Azon tudsz, gyerekek, bazzel, ezen rajd van az a szar. A francos sem vele. Az ánkára mit lehet rakni? Azt ugrassuk már ide be. Ilyenkor most oda ugratja? Ó, de jó! Mert ugye egy olyan kellene. Semmi? Nem mondod, hogy erre nem lehet semmit rakni? Hát a szemed álljon meg! Ó! Mindegy, gyerekek, beáldozom a Fleetstart. Mert arra tudnék rakni javítókészletet, és akkor például azt a scoutot meg tudnám oldani. Figyelj, bocs, hát ez én visszaugra, nem tudom lerakni szerintem ilyenkor még ezt. Ugye először kellene ennek a... De, lehet tudja. Ó, jaj, de jó! Nem sorba kell, azt hittem, hogy sorba kell. Álljál meg, testvérem, vagy valami legyen veled, hát ne vegyél el a világ végére. Nem használjuk ezt a túlt semmiképpen, úgyhogy ezt felejtsétek el. Már gondolom, mondjátok, ha nézzük meg a többi járművet. Ez így jó. Na, Fleetstar, és akkor erre egy vassza kiegészítő. Cseszhetett. Szervizkabin.
Le van lokkolva. Karbantartó váz kiegészítés, tessék. 5000-be fájna. Autószállító. Ej, baze! Ej, gyerekek, nem hiszed el, figyelj, itt van, 5000 ér. 5000 ér, és akkor lenne üzemanyag tankunk. Csak most meg már nem tudom eladni azt a kotlát, tudod, amit megvettem. Ó, szemálljon, meg várja, nem tudunk eladni róla valamit? Kiveszem a motort eladom, gyerekek, ne szórakozzál. Testvérem. Várj, a platót azt nem tudom eladni. Hol van a plató? Ezt eladni? Leszerel, hát azt gondolom ingyenes. Ó, hát akkor cseszheted a csép. Annyit tudnál csinálni, hogy eladná egy gépet. Jó, figyelj, a Fleet Start azt itt tartjuk. Mindenképpen. Most azon gondolkozok, hogy mivel megyek tovább. Szerintem lehet, hogy megyünk az OANK-val tovább. És erre meg nem tud semmit szerelni, gyere bazzi, csak a plató. Hát menjenek, hogy szem álljon meg azt, aki kitalálta. Viszont az marha jó, megvan a izé garázsunk. Mi a gyerekek? Haladunk, haladunk. Ezen az úton végig kéne menni, még tovább megnézzük mi van. Na ezt mondtam, hogy azt a pautót, azt miért nem tudom fölcsatlakoztatni, várjál. Hogy miért nem mutat... Ugye ezt a pautot elvinném, meg a másikat, és akkor mindjárt lenne pénzem. Mondjuk, hogy megcsinálnék egy rohadt küldetést, akkor meg megint lenne, ugye? Ennyit kellene csinálnom, hogy küldetést megcsinálni. És ezt tök egyszerűen meg tudnám oldani. Mert kettő darab dolgot kéne vinnem a hithoz, az lenne 10 000. Úgyhogy lehet, hogy azt kéne. Ezt akkor meg tudnám, ugye kapásból ezt a Fritztárra azt a felépítményt venni, meg tudnám javítani ezt a... Mi az, GMC van? Ott mutatja, hogy javítani kell. Na mindegy, körülnézünk még gyerekek. Megnézzük a scoutot, nem tudjuk kikaparni valahonnan, vagy valahogy. Ez sokkal gyorsabb ez a gép, ezt jobban bírom. Hát ez jó, ez az AK, ez jó. Úristen, mi van itt gyerekek? Hát komolyan mondom, ez a készítő, ez itt... Na, azt utálom, hogy ez ott mindig megjelenik. Na igen, ilyenkor ezt... Ez annyit tudsz, hogy belső rézetbe váltasz. Ha nagyon szűk a tér, nem tudod a külső rézet kameráját használni. Arra még mindig nem jövök rá, hogy fogjuk kiszedni azokat a... csávókat ott az olajból. Jaha. Na ezt tolj, meg ránézünk a mapra. Jó, hát akkor jobbra biztos, hogy nem lehet már mennyi. Viszont itt lehet, hogy be lehet menni a másik oldalról a képbe, de sőt, tuti. Azért ránézek itt, hogy mi van erre jobbra. Jó, hát ott teljesen fölösleges mennem, mert vége a mapnak, szerintem itt a map széle. Vaj, mi? Ja, az üzemanyag, ami rajtunk van. Jó. Megyünk a sivatagba, talán ma van külső életünk, jó? Jó. Nem vagyunk annyira a szar helyzetben. Ez a map, ez komolyan mondom, kitart szerintem egy ilyen 2-3 részig. Hát minimum 2, mivel már a másodiknál tartunk. Na nézzünk körül. Itt milyen messze van. Itt kellene valahogy bevennünk, csak az a baj, hogy itt megint azt is tudjuk csinálni, hogy belső nézetbe várják. Állj meg. Oké. Okay. A gyerekek. Nézzük.
Ja, hát hogyha nem... Basszus, én meg leugrottam ott. Mi a fasz az? Mi van már meg, gyerekek? Mi az? Ez milyen jel? Hát ezt még nem is láttam ilyet. Hát hülye vagy? Ez mi? Mi? Na mi az? Azt nem mondta, hogy valahol van aknázva, vagy nem tudom, mi van itt. Hát rendesen fosok. Verseny! Ha jó, hagyja! Kév verseny! Hát örülök neki, hogyha valamit bejutok, mert hogy még versenyezzek én ebbe a kévbe. Gyerekek, innen kell kihoznom nekem azt a scoutot. Úgyhogy belső rédetbe tudsz venni, konkrétan. És egyébként ezek a kövek, elmondom nektek a kövek, ott instant elkezdesz csúszni, mint a jégen. Komolyan mondom. És belső rédetbe, basszus. Ne! A francból van az a scout. Álljunk meg. Be kéne jelölnem azt a taskot. Hol van? Ott van. Ja. Nehogy felborulj, basszus. Full nem látsz érted, míg vannak itt. Mi ez? Ide valami lehet, hogy kellett volna valami emelt cucc. Hova merhetek rámenni? Figyelj, külső rédetbe... Ilyen szop... Na, jó, oké. Okay. Mögé fordítod, akkor így el vagy. Jó, így külső rédetbe kéne próbálni, mert azért így azért barátibb a dolog. Hát jó, csak... Aha. Nézzük egy csörlődést, hátha. Még egy picit közelebb kuszunk. Figyelj, azt megpróbálunk kitolatni. Ne csözd el a nézetemet! Na jó, most vége van, nem, most hiába is. Tekered akárhova, nincs egy belső nézet. Aztán mondta, hogy ilyenkor... Jó, csatlakoztad be van, örülök. Kösz. Kösz játék! Ja, így gondoltam, talán mondom, megfordul a kamera. Ugye eléri a kamera a falat, akkor fölcsapódik így a levegőbe. Na, jó. Ez egy kicsit probléma ugye az ilyen kéveknél. Az ilyen játékok azok nincsenek fölkészítve erre. Oh shit. Nem tudod forgatni a kamerát. Nem tudsz körülnézni, hogy mégis merre kellene menni. Bazza, nehogy fölboruljunk! Bocs gyerekek, hát ez én is legalább annyira szívok ezzel a kamerával. Merőlegesen kéne fölmenni ezeken a köveken, akkor talán nem borulunk fel. Itt van egy verseny, most képzeljétek el egy versenyt itt. Hú, basszus, ott lecsúszunk, vége van. Valami kamera nézett módosulás lehetne. Nem látok rendesen, és csúszik ez a kő brutálisan. Ó, kösz, az jó. Gyerekek, nem, egyszerűen nem jó ez, nem látsz. Ne! Nem hiszem el, komolyan mondom, basszus, nem hiszem el ezt a játékot. Nem hiszem el ezt a játékot, hogy nem lehet látni, bazza, ebbe. Miért kellett ide rakni? Basszus, a rohadt életbe!
Rohadt életbe. Nem lát. Gyerekek, nagyon brutál ez. Az a baj, egy az, hogy nem látsz, a másik. Meg az, hogy csúszik. Nagyon durva. Jó, ki kell hozni azt onnan, azt figyeljetek, az a feladat, nincs apen láta. Gyorsan végig gangolunk ezzel. Abba bízok, hogy talán kívülről már rálátok ezekre a gépekre, és akkor ki tudom őket csörlözgetni. És akkor ki tudjuk hozni őket, összekötjük őket, meg minden. Ezt az International Scout-ot, bazeg, kiszedni onnan, hát ez egy tortúra. Ne, gyerekek, komolyan mondom, ezek a nézetek, ezek borítanak meg. Esetleg ilyen laposba rálátsz, tudod, de hogyha elcseszi a kamerádat, akkor már nem nagyon tudod, hogy kell fordítani. Úgyhogy, ja, ezt azt mondtam, hát ez így. Ugye a sziklához hozzáér úgymond a kamera, akkor így eltolja. Úgy kell balra fölmenni, ugye? Nyomunk egy összkereket, üzemanyag az mindjárt itt lesz. Ugye nem olyan nagy gond, szerintem onnan ki tudom kaparni őket. Sőt, hogyha az ANK-t valahogy föl tudnám állítani, már az is elég lenne. Mindjárt megnézzük, rálátunk-e. Hát itt aztán tényleg ilyen mentési műveletek vannak, durván. Üzemanyag ide van hozva. Nézzük, hogy mi a szitu. Föl ne boruljunk. Sziklán, gyerekek, konkrétan mint a jégen, úgy csúszik a kerék. Figyelj, itt kell lennie már, ott van, ó, rálátok, talán rálátok. Nagyszerű. Figyelj, csúszik, csúszik, olyan, mint hogyha jégen menné, brutális. Egy halál. Na, azt kéne csinálni, hogy ezt meg kéne próbálni. Áj! Igen, ennyi volt. Nincs körincs izé... Meg vagyok lőve, itt komolyan mondom. Próbálom is. Hogy kitépjük erőből? Ah, beássuk magunkat, basszus. Próbáljunk meg csörlőzni. Szerintem az a baj, hogy be fogjuk ásni magunkat, sőt, már lehet, hogy meg is történt. Próbálok egy... Nem tudsz kamerát állítani, hogy... Próbálunk egy lendületből. Nem jó, gyerekek. Az a baj, full nem látsz rá. És felborulunk, bazze. Nem látom a... Nem látom a különbségeket a... Ó, de jó. Itt belsőbe tudsz navigálni ezt a Isten ágyat. Ott megpróbálunk lemenni jobb oldalon. Ez nagyon szopás. Ez komolyan mondom, ez ekkora szivásban még nem volt részem. Na nézzük. Azt kellene. Az a baj, így meg nem látom a csörlődés pontjai vagy se. Tök jó. A hátsót látom, de jó. Nem látom az első csörlődési pontjaivat. Tök jó egyébként. Annyira, annyira boldog vagyok ettől, hogy így oldották meg itt ez a kép.
De soha többé velem... Ó, így na, várjál. Nem szabad megmozdulni. Első csörlődési pont. Nem hiszed el. Na. Ura. Nem is biztos, hogy úgy marad. Úgyhogy ez itt a problém. Á, nem marad úgy. Nem jön át. Átjössz? Átjössz? Gyere, bazze! Most elindítom a motort rajt. Ez az, gyere, bazze! Gyere már, segíts rajtam! Hogy rohadj meg! Azt a betyár! Oké, okay, stoj! Ah! Oh my God. Scoutot elérnénk, az lenne jó, az nem látsz semmit. F1-je semmit nem látsz, jó. Próbáljunk meg visszatolatni egy kicsit. Nem. Csak becsúsztunk ide megint. Jó, ide... Elkaptuk. Elkaptuk, bassza! Elkaptuk! Úristen! Ide csörlődöm. Gyere, gyere barátom, bassza! Ezt olyan nyilgázon kirepítünk innen mindjárt. Oké, álljál meg, nyugodjál meg, haver, mindjárt rendben leszünk. Csak ezt kiviszem innen. Ne legyen útba, mert nyilgázon itt ki fogunk gongolni. Ezek a kövek gyerekek, figyelj, ez így. Oda néz, mint a jég, baze. Keresztbe csú, oda néz. Ki sem ész rajt. Borzalom. Ugye a másik opció, hogy ott megpróbálsz a szélébe kitolatni. Na, ott is fel kell kapni a kőre. Jó, hát ennek ennyi a nyitja, nem tudsz vele mit csinálni. Fú, hát megizzadtunk, baze. És még nincsen kinn az ANK meg a Scout. Ezek a kövek, ezek halálosak, ezek a ciklák. Hogy levágtattunk a másik felén az előbb, mi? Ez a gépbe. Az vissza kell nézni, még én is elrögök rajt szerintem. Jó. Mentési műveletek folytatódnak. Csak ilyenkor ugye eldobja ízét, a rakományunkat. Úgyhogy csatlakoztad volna, ugye? Oké. Okay. Na gyerekek. Nagy gázza, bazd, az úr csapa. Az a rohadt életben, vagy már végre. Végre. Ez az, hogy rohadj meg. Ó, gyerekek, komolyan mondom. Akkor elvileg tudok itt is tankolni? Gyerekek. Ezt mondtátok, ugye? Nézzük meg. Ne a Scoutból, ne abból, üzemanyag pótkocsival. Igen, köszönöm szépen a tippet. Királyok vagytok. Ezt meg hol? Az oldalán fogja, jó? Álljál meg. Rohadj meg! Ezt leadom gyerekek vasba, vagy megcsinálom legalább ezt a küldetést. Hova kell leadni? Öcsém! Öcsém! Hol mutatja, hogy hova kell leadni? He. És ez miért nem mutatja? Elvileg... Ide kell, nem? Érdekes, hogy nem mutatja. Ez fura. Na jó, innen ki kéne kovarognunk. Eljutunk ugye a garázshoz. Utána így, és akkor torony iránt itt meg szerintem átmegyünk. De ezt a küldetést már mindenképp megcsináljuk.
Öcsém, gyerekek, hát komolyan mondom, hát rendesen megizzadtam. Ez nagyon brutál ez a map. Ebből a képből kimenteni egy izét, egy járművet. Jó lenne egyébként a Hammert megkapnám, vagy nem tudom. Figyeljétek, rendesen be kell járni ezt az egész napot. Ja, itt már megint izé lesz. Fölforgás. Mondjuk ha nagyon így mögé állsz, és figyelsz arra, hogy ne érjen hozzá a kamera a sziklához, akkor talán túlélhető. Jaj, igen, hozzáért. Na, menjen már vissza mögé. Na, végre. Na, jas, kocok, ezt gyorsan leadom. Így, hogy már ismerjük a térképet, így már egy kicsit barátibb a helyzet. Ezt a pótot nem tudom, miért nem jelöli egyébként a térkép. Ezt nem értem. Mármint biztos lehetne leadni meg bármi. Igen, itt a garázs, ez hihetetlen. Szerintem itt elmentem a garázstábla mellett. Ti már tudtátok, hogy az garázs mi. Amikor jöttünk el először. De meg van csinálva, hogy itt benne a föld alatt. Na, a torony iránt, ugye? Innen talán már ott úgy megyünk. Hogy. Hát a dűnén kell a francba. Ezután mindig benézek a dűnék mögé, nehogy leugrassak a túloldalán. Mit csinálnak ezzel a scout járművel? Ezt kell nekik kimenteni, hogy a szemük álljon meg komolyan. Bele a izébe, beleugratott a... Mi az? Hegy mélyére. Jaj, de jó, hogy megvan, komolyan. Végre az első küldetés, gyerekek, megvan. Hát ez... öröm. Öröm és boldottá. De ezt a Hammert még mindig nem vágom, hogy az mi. Ah, mindjárt most megnézzük jobban. Meg ide kell, ugye? Nem oda. És bizonyát falaga van? Mi az anyád valaga van? Mária. Ez a hammeres, hogy vigyem el a hammert kaskadába. Leszarom. De nekem nem, hova kellett hoznom ezt a rohadt scroutot? Nem ide? Hova kell vinni ezt a scoutot? Mindjárt megőrülök. Hát nem látok a térképen olyat. Bazza, oda kell elvinni. Ó, rohadt életbe. Hát menjen francba. Várjál, ha megnézzük a hammert, hova kell elvinni. Akkor ez... Hammert meg oda. De jó, ott még nem is jártam. Figyeljetek, akkor már vigyük a Hammert oda. Azt meg már... Majd visszajövök érte. Most nagyon érdekel a Hammeres téma. Érdekes, most megint volt ott feladat mutatása. Mi ez? Ja, így mutat... Ja, jó. Ja. Vigyük ezt a Hammert el, legalább felfedezünk egy olyan zónt, ahol még nem voltunk. Az a baj, kettőt nem fogok tudni egyszer elvinni, pedig vinném szívesen, higgyétek el. De legalább kikapartuk, úgyhogy már akármikor ezt le tudjuk szállítani, viszont alszok egyet, bazzem, mert... Akármikor le tudjuk szállítani. Öcsém, hát nem gondoltam volna, hogy olyan messze kell. Most meg... Hol van ez a... Nem ezt akarjuk. Hanem a hammereset be akarom állítani nekem magammal már. Ez meg mi? Mi a
fasz? Mi van? Ott egy Donhead Fene 1-es. Jó, ezt ide kell vinni. És ott meg mi az a Donhead Fene 1-es? A híd alatt? Hát ez milyen küldetések vannak, gyerekek? Hogy nem vettem észre, hogy a híd alatt van egy Donhead Fene 1-es? Hát komolyan mondom, én mindjárt izélek. Felrobban az agyam. Mi történik itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Jó, ezt a Hammer vigyük le a francba. Torony iránt mindenen keresztül. Ezt megnézzük, mi a Donhead Fene 1-es. Lezuhant, ugye lerohant, vagy leugratott. Na jó, ezek a sziklák. A hegyről azt írja, ugye a task. Jöcsép. Gondolta a készítő, hogy itt át fog menni majd a hülye gyerek. Ide szórok egy csomó sziklát. Ne érezd jól magad. No problémo. Ezt leadjuk, meg megnézzük azt a Donhead Fene 1-et. Hogy azt is recoverelni kell. Hát legalább egy küldetést csináljunk már meg, mert ma megőrülök. Franco. Egyébként durva. Ez a map. Te már készítő, így belerakod az összes tudását, azt tuti. Ja, ugye a kettő darab jármű van, az egyiket kiválasztuk, azt meg kell javítani. Tudjátok azt a GMC-t? Talán GMC? Vagy pedig mi az? Azt a pick-upot. Meg ugye az izét is le tudjuk vinni, szóval nem gond. A Scout 900-ad vagy 800-ad vagy mi az? Az is az sem lesz gond. De most már megnézem azt a Don't. Ezt a Hammert meg leadjuk a tökömbe. Van ezen a mapon bőven jármű, gyerekek. Na, itt van valami... Bazen, azt nem is láttam. Hát komolyan mondom, itt mentünk el egy csomószor mellette. Nézd oda. És föl tudok egyáltalán menni? Hoppa. Hát, mert azt mondta, hogy jaj. Mi van itt, bazen? Izé vagy? Erőt. Milyen? Menjetek a francba. Ez valami erőd. Hát ez halál komolyan valami erőd. Be se férek, öcsém. Na az meg izgi lesz. Gyere testvérem. Előléptetés kaptál 5. Ja, a gyerek szerintem így az... Ó, értem a dolgokat, gyerekek. Új terrautó felfedezem, Hammer H2, tehát akkor most már... És már tudom használni. Yeah! Ez is az enyém lett, te. Ez nagyon jó. Ja, csak egy kicsit le van robbanva. Nem baj, ezt visszaugrantam szerintem. De jó! Visszaállítás. El is tudom adni, ugye? Tudok pénzt csinálni ebből. Van 6500, gyerekek, minden is van most már. Minden is van. Kifor nagyon izé van most, nagyon megugrott. Hát jó lenne, hogy igen, csinálni a küldetéseket, ja. Ezt akkor nem lenne ilyen problémám, nem igaz? Na az AMK-ba húzzunk a brákba. Nézzük már meg azt a Don't. Arra már kíváncsi vagyok. Epic ez a map, gyerekek. A tükör, az majdnem oda lett. Jó van. Na, menjünk. Az a baj, kevés az üzemanyagunk, de hát ott rohadjon meg, ha lerohadunk, akkor sincs nagy gond. És már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi az. De hogy fogok oda lejutni? Ugye, az is egy kérdés lesz. Várjál, álljál meg. Itt le tudok szerint... De menni itt. Aha, azt szerintem ott tudok levenni, aha. Még jó, hogy erre jöttünk, ez jó lesz így. Csak fel ne boruljunk.
testvérem az urba. Hát, venj a frazba. Itt úgy felborulunk, mint a szar. Már most érzem. Nem ismerem olyan szedni balra. Á, ez felborul. Kéne próbálni. Egy félig a sziklám, vagy nem tudom. Hát ez ki van találva, öcsé? Vagy ne érezd magad olyan jól? Hát itt fel fogunk borulni, bazze. Sziklánk... Mi csináltál? Hogy az anyámba menjek én ott le? Hát bazze, nem, ez leborul, fölborul ez. Nem tudok átmenni már. Menj az anyádba, hát komolyabb mondom. Fogadjunk, nincs mázlink. Hogyan lenne mázli, de érted? Nehogy jól érezd magad, mindig fejre kell állni. Francesebben, itt is le tudtuk volna menni. Gyerekek! Jó. Szerintem, hogy itt is le tudtunk volna, de mindenképp itt kell. Vagy pedig itt be tudsz menni. Itt nem hiszem. Hát jó, megkerültük volna, akkor lehet jobb lett volna, nem itt szenvedek. De minden srácok, következő részben várlak beleteket. Hát iszonyatosan, nekem nagyon tetszik ez a map. De, sziasztok, köszi szépen a figyelmet. Hát jó, féleltünk egy párat. De érdekes, hogy ezt még nem vettem észre, basszus. És van belüzevagyag is, csak ez fejre áll szerintem. Jó. Jó, hát ezt meg kéne menteni. Meg ugye most már tudok venni dolgokat. Na, viszont szerintem úgy nagyjából felfedeztünk itt mindent. Ja. Ezt is ugye meg tudnám csinálni most már. Meg most már elvileg, ugye... Van izém. Erre mit lehet rakni? Ó, javítás. Javítókészlet, üzemanyag tartály. Itt meg 4 kerék. Ez tök jó. Mert akkor ugye ezzel is ki lehetne menni. Kimész, megjavítod azt a scoutot, azt megcsináljuk még? Csináljuk már meg. Veszünk egy ilyet. 1900, ezt kivágtatok. Van itt az a scout akármi, akkor azt meg tudnám javítani vele. Meghagyjuk ezt a hammer, gyerekek, szerintetek? Lenne értelme? Mert igazából el is otthatnánk, és akkor hozna valami pénzt. Nem tudom, hogy van-e értelme ennek a hammernek. Amit, hogy annyira nem kell itt scoutolni ebbe a... ezen a mapon már. Szerintem ez tök jól megy, basszus. Ez egy H2-es, ugye? Jó is ID a keeper. Na, javítsunk itt egyet. Lehet, hogy nem lesz neki elég, de hát itt a garázsunk, úgyhogy nincsen vele semmi probléma. Igen. Erről beszéltem, hogy még egy kört kell mennünk. Ez nem tart sem eddig, csak annyi, hogy nyomunk egy visszaállítást, meg lejövünk még egyszer. Úgyhogy még jó, hogy elhúztuk. Oké, és akkor meg lesz az a küldetés is. Az viszont jó. És akkor szoktad, hogy feladja a leckét ezt. Ez egy igazi kihívás, ez a map. Ezt a dont mindenképp fel kéne szabadítani a következő elején, vagyis ki kéne onnan recoverelni. Figyelj, megcsináltuk a scope, 2 darab járművet megcsináltunk, ugye ezt a hammert, meg ezt is. Igen, ez egy Chevrolet? Nem GMC. Ó, bocsánat. Azért, ez rendesen süllyed ez a verda. És most? Várja. Kössük magunk után. Hova kell vinni? Ezt nézzük már meg.
Mi az a donos? Követés indítása. Hát ezt így... Várjál már. Ja, üzemanyag is kell bele. Ah, pillanat. Az a baja. Ah, oké. De ez nem úgy néz ki, hogy nagyon megjavítottuk volna egyébként. Meg. Saját magunkból. Oké, megcsináltuk ezt is. Szuper. És előléptet is kaptunk. Tökéletes. Jó van gyerekek, megvan ez is. Ez vissza is ugrathatom. Ezt én lehet, hogy eladnám egyébként. Nagyon nincs rá szükségünk. Jó, kettő küldetés megcsináltuk, van 5100 pénzünk megint. Meg ugye, hogyha ezt eladnám esetleg, ha eltárolom, megnézzük mennyibe kerül. Ja, itt vannak a DLC járművek, nem nyúlunk hozzá természetesen. 20 000 pénzünk lenne gyerekek, ez tök jó. A DLC járművekhez nem nyúlunk, mert ugye az a készítő nem úgy tervezte, hogy az nekünk van. Köszönöm a figyelmet, tényleg most már akkor elbúcsúzom, és akkor írjatok, hogy menjen, hogy legyen tovább, jó? Nyugodtan. Mit javasoltok? Hát én a Don't Fur mindenképp kiszedném onnan, a Scout 900-at elvinném, aztán utána meg kéne csinálni maradék küldetést. Maxra ki kéne tolnunk ezt a mapot, mit gondoltok? Még esetleg azt írjátok meg. Na, sziasztok!